köszöntöm Önöket. Az életlezettekben most egy életmesét fogunk bemutatni. V. Molnár Judit a vendégem, aki nem is olyan rég még egy egyszerű énektanárnő volt Miskolcon, aztán kezébe vette a sorsát, és hogy nem, most már operaénekesnő, és koncerteket ad, és lemezet jelent meg. Köszöntelek a műsorban. Röviden, tömören ez a mese, de nyilván azért ez hosszabb út volt. Igen, az énektanárnőség az annyiban igaz, hogy én magánénektanár vagyok, tehát a zeneművészeti főiskolán végeztem magánének szakon, ami hivatalosan én tanítok énekelni, de zeneiskolában olyanokat, akik énekesek szeretnének lenni. Uh-huh. Tehát nem ilyen osztályban álló énektanárnő vagyok, és próbálom azt a 40 gyereket egyszerre rávenni, hogy elénekeljük az Érika szóval, azt nem az bírnám. Nem bírnám csinálni. Tehát az olyan megerőltető hangilag is, tehát aki ki akar állni este a színpadra énekelni, ezt nem tudja bevállalni, hogy ennyi embert ő túl beszéljen és túl énekeljen. Az is megerőltető, hogyha valaki magánénekórákat ad, nem? Igen, de az azért egészen más, hiszen én ott a zongora mellett ülök, és skálázunk, darabokat veszünk. Persze megmutattam, hogy szerintem hogy kellene, hogy mit, ezek a növendékek először ugye utánoznak elsősorban. És az azért, persze az is megerőltető, mert ott is beszélni kell és énekelni egyszerre, ami ugye nagyon igénybe veszi a hangot és a hangszálakat, de az egészen más, hiszen ott egy emberrel foglalkozom egyszerre. Nagyon fiatal vagy, elfogadják a kritikádat, vagy a tanítási elveidet a tanítványaid? Ez érdekes, van olyan, aki kifejezetten hozzám jön. Tehát, hogy ő nálam szeretne tanulni énekelni, vagy hogy valahonnan már hallott, vagy ismeri egy olyan növendékemet, aki hozzám járt, és ő mondta, hogy ő szeret ide járni. Igazából azt látom rajtuk, hogy attól fogadják el, aki maga is csinálja. Tehát a koncertjeimen, most a lemezbemutató koncertemen is, ott ültek a növendékeim, és néznek, és figyelnek, és akkor teljesen más, hogy fogadják el, mint hogyha én csak ott ülnék, és próbálnám nekik megmagyarázni, hogy ezt így kellene énekelni, hogy... Te még jársz énektanárhoz? Igen, ezt nem lehet abba hagyni. Most fogok diplomázni a Zeneakadémián, a debreceni tagozatra járok, a dr. Mohos Nagy Éva a tanárom, és én nagyon sokat köszönhetek neki. Most az egész életet utazásban el, ha Miskolcon élsz és tanítasz, Debrecenben tanulsz, egyébként gondolom Pesten is sokat megfordulsz. Igen. És a világ számos más pontján is. Nagyon sokat utazom, de én ezt élvezem. Fárasztó, nem mondom, hogy nem az, de annyira jó, hogy így pörög az egész, és mindig ott van egy cél, amit látok magam előtt, és a lépéseket teszem érte, hogy ez létrejöjjön, és úgy érzem, hogy ami velem az elmúlt egy évben történt, azt, hogyha valakinek így elmondom, az nem akarja elhinni, hogy ilyen van, de van, velem megtörtént. De ez tényleg valóban egyszer csak azt mondhatod, hogy na jó, akkor most kezembe veszem a sorsom, innentől kezdve ez is ez lesz, vagy volt valaki, aki segített ebben és bátorított? A férjem elsősorban. Ő az, aki abszolút mellettem áll, és nagyon segíti ezt a pályát. Ezt egyedül nem is tudnám csinálni. És ő egy nagyon jó kontroll, ő nem zenész, és ő teljesen objektíven látja ezt a világot. Ilyen menedzser típus inkább? Igen, az is. Tehát így egyben látja ezt az egészet, hogy ő kívülállóként, akár mint közönség. Tehát én elveszek a hangjegyekben és a gyakorlásban és a zongora mellett, és csak odáig látok. Ő viszont sokkal tágabban értelmezi ezt az egészet, és sokkal jobban látja, hogy szerintem erre kellene elindulni, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig mindenben igaza volt. De mitől számítva indult el másfele, vagy abba az irányba a karriered, amelyre te szeretnéd? Mert hogy elvégezted a főiskolát, akkor nem gondolkodtál azon, hogy miért nem sikerül? Tehát miért kell neked pusztán csak tanítani? Nem mintha ez kevésbé lenne értékes dolog. Csak ha valakinek ambíciói vannak, akkor nyilván nem elég. Ahogy elvégeztem a főiskolát, én
Én a Magyar Rádiónál dolgoztam, mint zenei szerkesztő. Uh-huh. Tehát én végeztem magánének és szolfizs zeneelmélet szakon is, és nagyon az irányba indultam el, hogy zenei szerkesztés, komoly zenei riportok a Bartók Rádiónak, dolgoztam ott a Miskolci Regionális Stúdióban, tehát opera fesztiválról én tudósítottam, és nagyon élveztem ezt a munkát, hiszen addig csak a nagyon profi zenész életben éltem. És ez olyan felüdülés volt számomra. És ahogy ezt csináltam, akkor egyre inkább éreztem úgy, hogy mégiscsak engem vonz a színpad, tehát nekem muszáj énekelni. És annyi minden alakult, hogy egyre több lett a fellépés, egyre több helyre hívtak, jelentkeztem a Zeneakadémiára, a kiegészítő szakra, és elsőre fölvettek, ez nem is gondoltam volna, hogy ez így sikerülni fog. És jött egy ausztrál lehetőség, ez teljesen véletlenül. Ezeket szoktuk olvasni, de hogy? Tehát, hogy? Egyszerűen azt éreztem, hogy nekem ott helyem van. Tehát nekem ezt csinálni kell, nem húzódhatok be. De hogy jött a felkérés? Az ausztráli út? Igen. Az nagyon érdekes volt, elromlott az autóm. És elvittem a szalomba, ahol mondták, hogy egy óra alatt kész, és ott volt egy kis internetes helység, ahol azt az egy órát gondoltam eltöltöm, és már akkor így valahogy így Ausztráliáról beszéltünk barátaimmal, és beütöttem, és kiadta, hogy Ausztrál-Magyar Kulturális Találkozó is várják az előadók jelentkezését. És mert hazafelé a kocsiból fölhívtam a szervező hölgyet, és kérdezte, hogy nagyon örült, hogy honnan vagy, Sydneyből, Melbourneből, mondom, nem, én Miskolcról telefonálok, és nem akarta elhinni, mondta, hogy hát küldjek magamról anyagokat, mert ugye nem ismer, nem tudja, ez egy elég neves fesztivál, mert a 13. alkalommal rendezik meg, egy hetes nagy rendezvény, és kiküldtem hanganyagot, videót, és azonnal hívtak, hogy feltétlenül számítanak rám is, és ugyanők fizetni nem tudnak ezért, de ha ők mindent megadnak, az ott tartózkodást, mindent elintéznek, csak menjek. És én képviseltem Magyarországról az opera műfaját ezen a fesztiválon. Tehát rajtam kívül nem volt Magyarországról opera énekes. És elkezdtünk szponzorokat keresni erre az útra, mert hát nem a szomszédban van, és nagyon sokan mellé álltak, helyi vállalkozók, és kijutottam. Ott voltam Ausztráliában, óriási siker volt, és az akkora lökést adott, hogy ezt csinálni kell, menni kell, mert van értelme. Utólag nagyon nem gondoltad azt, hogy nagyon merész húzás volt? Nem. Tehát amikor már így benne vagyok, akkor nem. Tehát már nem is tudom így felülről nézni ezt az egészet. És nem izgultál, amikor kiérkeztél Ausztráliába egyedüli opera énekesként? Nem. Nem, egyáltalán. Amikor már a színpadi próbák voltak, mert nagyon nagy gála hangversenyek voltak, akkor már volt bennem, de akkor meg az van előttem, hogy itt én jól akarok teljesíteni. Tehát nem gondolkodok máson, csak az, hogy amit nyújtok, az számomra is megfelelő legyen. Bocsánat, kicsit megütöttem is. Amikor énekeltem, és akik ott élnek 30-40 vagy 20 éve is nem voltak itthon, és énekeltem a Bánkbánból a Melinda áriáját, és sírtak. Uh-huh. Tehát az az érzés, az hihetetlen volt. Tehát most is így a végig gondolom, hogy ott ült 300 ember, és fantasztikus volt. És ahogy hazajöttünk, ültünk a repülőn, ugye jó hosszú a repülőút, 24 óra, és azon gondolkodtunk, hogy mi legyen a következő lépés, és akkor az, hogy kellene egy lemez, tehát jó lenne egy lemez. És ahogy hazajöttünk, az egyik szponzor megkeresett azzal, hogy ők szeretnének egy karácsonyi lemezt kiadni velem. És nem csak CD-t, hanem DVD-t. És amikor ezt így elmondták, mi néztünk körül, hogy most ez komoly. Tehát, tehát az álmaink teljesülnek így, és akkor így minden. Először tényleg hazafelé a kocsiból van a tárgyalás után, így nem akartuk elhinni, hogy ez így van. De most már elkészült. Elkészült. Tehát el lehet hinni. El. És nagyon, nagyon apait, anyait beleadtunk, mert nagyon rövid volt az időt, egy júliusban kezdtük el. Itt
nagy zenekarra hangszereltetni, az egész stábot összeszedni, kórus, karmester, tehát minden. El tudod képzelni, hogy ez mi munka ennyi embert. Uh-huh. És még egy DVD felvétel, egy koncert felvétel is helyet kapott. Az Apteleki Cseppkőbarlangban levittük az egész stábot, 8 uh-huh. kamera, videóklippet forgattunk Lapföldön, az Alpokban, egy verkfilm, és ugye most volt a lemezbemutató koncert, és aki eddig hallotta és látta, az azt mondja, hogy fantasztikus. Arra nem vágysz, hogy mondjuk nagy opera színpadokon lépj fel szerepekben? De természetesen, hiszen aki erre a pályára elindul, az annak ott van, hogy a Milánói Szkálában szeretne énekelni, vagy a Metropolitanben. Igen, én úgy érzem, hogy jó úton haladok e felé. Egy opera énekes, az, hogy az én tanárom szokta mondani, nem egy tinédzser műfaj, hiszen a hang, egy női hang is 30 fölött kezd megtelni olyan színekkel is, és én is érzem, hogy az elmúlt egy évben is annyit változott a hangom, sokkal erőteljesebb lett, sokkal sötétebb színű. Tehát ez a kor, úgy mondom, hogy akkor előre haladtával, ez egyre szebb, és egyre nagyobb szerepeket lehet elénekelni. Tehát ez egy olyan fizikai munka, hogy ez mint egy ilyen sportoló. Az én kedves szerkesztő kolléganőm, nagyon szeretném megtudni, hogy hogyan aknáztátok ki, az internet adta lehetőségeket. Például ez az ausztrál út, ez csak onnan jött. Tehát ha nincs az internet, akkor ez de, nincs. De most már belekapaszkodtatok ebben, nem? Tehát... Igen, hogy készült már ez a második videóklip is. Ezt feltöltöttük a ilyen, nem tudom, hogy ki szabad-e mondani, hogy milyen honlapokra, ahol mindenki föl lehet tölteni, és ott olyan visszajelzéseket kaptam a világ összes pontjáról, tehát Indonéziából, Franciaországból, Brazíliából, hogy ez annyira tudja lelkesíteni az embert, hogy csinálja tovább, bármilyen sok energiába kerül, hogy meg se fordul az ember fejébe, hogy ezt nem érdemes csinálni. Hogyan változott meg az életed az elmúlt egy évben? Nagyon. Nagyon. Tehát azon túl, hogy nagyon sokat dolgozol, és egyre népszerű vagy, azon túl mivel jár ez? Hát ugye kezdenek megismerni az utcán, nem megyek már ki úgy, hogy egy melegítőbe kiszaladok a boltba, és így összecsurkázott hajam, mert akkor volt a pár héttel ezelőtt, megjelentem egy újságban, elég nagy cikk volt, és láttam, hogy ott a zöldséges pultnál így néznek, és így nem tudják beazonosítani, hogy ez most látta valahol, vagy nem, és akkor eldöbbentem, hogy na jó, ezt többet nem csinálom meg, hogy még egyszer így ilyen félig felismerhetetlenül lépjek ki az utcára, valamint azt, hogy járnom kell, tehát mindig vigyáznom kell arra, hogy kozmetikus, hogy egy kicsi szolárium, a fitness terem, tehát ezt így állandóan be kell építeni. Tehát nagyon fontos egy a fizikai jelenlét, kettő a külső, tehát ez erre muszáj. És gondolom a hangod miatt is egyéb sok dologra kell odafigyelni. Vagy ez tévhit? Én nem vagyok az a típusú énekes, aki állandóan sálba burkolózva és meleg teát kortyolgatva, és jaj, elzárkózom. Én úgy gondolom, és ezt mondom a növendékeimnek is, hogy ha nem mindig azon gondolkodom, jaj, meg ne fájuljon a torkom, jaj, nehogy ez legyen, akkor semmi nem fog történni. Persze egy egész dolog, hogy ha jön egy olyan növendékem, aki halálnáthás, de az a... És akkor mondom neki, hát ne haragudj, de most szerintem ezt hagyjuk. Teljesen fölösleges egy énekórát tartani, kettő, ne betegítsük meg se engem, se a következő másik hármat, aki belép ugyanebbe a terembe. Uh-huh. Valamint én sem megyek náthásan betanítani, mert nem fogom szétszórni a 10 gyereknek, hogy ők is vigyék szépen haza. Tehát inkább csak ennyi. Sokat emlegetted a férjedet, hogy milyen nagy segítség neked. Igen, azt hiszem, hogy ezt egy ilyen társ nélkül nem is lehet csinálni, aki nem áll így az ember mellé, és nagyon jó kritikus is, tehát ő nem azt mondja nekem, hogy mi volt a nagyon jó, mert azt ő úgy gondolja, hogy az már természetes, hanem
a hibákra hívja fel a figyelmem, hogy ezt legközelebb másképp csináld a színpadon, vagy ez most jó volt, de lehetne jobb is. És az, hogy mindenben támogat, hogy nem várja el, hogyha este én hazaesek 9-kor vagy 10-kor, hogy most kezdjek el neki vacsorát főzni, mert egyszerűen képtelenség fizikailag. Megfőzi ő? Nem, azért annyira nem, de nem történik semmi, hogyha egy szendvics a vacsora, tehát ez ebből nincs probléma. Nem tudom, hogy hány éves vagy, és nem is akarom féltetni, nagyon fiatal, de egy nő életében eljön az a pillanat, amikor azt mondja, hogy hát ő most szeretne nagyobb családot. Igen, kezdünk már e felé, van egy keresztlányom, 3 éves, nagyon tündér, és ugye őt nézegetve úgy az ember kedvet kap, hiszen nagyon olyan felemelő, amikor ott van velem egész nap, tehát van, én szoktam rá vigyázni, elviszem az állatkertbe, énekel állandóan, tehát nézi a videóklippeket, és azt minden nap meg kell nézni, hogy Jutka énekel, és... De még úgy érzem, hogy még egy pár év kell, hogy én abszolút erre rá tudjak hangolódni. Hát meg más feladataid vannak. Igen. Tehát... Egészen pontosan kívánnak tűzve célok? Vannak. Igen. Most elsősorban volt ez a karácsony, ez egy nagyon nagy menet volt, hiszen 25-én is még koncertem van. És aztán a jövő évi projekt, ami egy nagyon... nagyon nagy szabású dolog lesz. Lehet erről valamit tudni? Ennyit szeretnék róla mondani. Ezen dolgozunk, valamint diplomázom, és a színpad. Tehát most ez a három. Vannak már kilátások színpadi szerepre? Igen, alakulnak. Olyat, mindenféleképpen olyat szeretnék, ami nekem való. Tehát mindenáron... Mi az, ami neked való? Amit vagy igazán, mi a szerepálmod? Igazából szerepálmom nincs. Én a színpadon legjobban operettekben érzem magam. Ami egy nagyon nehéz műfaj. Igen, de mégis valahogy alacsonyabb rendűnek szokták gondolni a nagy műértők, vagy a kevésbé nagy műértők, mint az operát. Igen, más műfaj. Az opera az a komoly. Bár én abban is azt mondom, hogy nem kell így közelíteni az operához, hogy oda most így fogunk ülni 3 órán keresztül, vigyázz, és majd szépen tapsolunk az első felvonás végén, és mindenki komolyan néz. Tehát ezt nem kell így felfogni. Persze, egy Wagner opera az nem egy Víg opera, de mondjuk egy sevillai Borbé, vagy egy szerelmi bájital az, abból annyi komédia van, és annyi Víg operai olyan kis helyzetek, amik szerintem egy szórakozás. Akkor miért áll közelebb hozzád az operet? Nem tudom megmondani. Valahogy azt érzem igazán az enyémnek. Tehát primadonna lennél legszívesebben? Igen. Igen. Ebben benne van az is, hogy régen egy primadonnának, aki primadonna volt, az óriási nagy tiszteletnek örvendett. Nem tudom manapság, hogy van, de hát ugye volt, akinek a hintójából kifogták a lovakat, és hát... Persze, most már azért ez nincs, de... Hát gondolom, mert nem hintóvajának. Persze, meg ugye annak idején, amikor ez történt, az emberek színházba jártak, nem volt tévé, nem volt rádió, az volt a most is sokan járnak ám színházba. Nagyon sokan. És főleg az operek menek megint nagyon divatos. Nagyon, nagyon, nagyon nagy a közönsége. És egyszerűen ilyen típus vagyok, tehát ezt tudni kell mindenkinek magáról, hogy táncos, drámai színész, naíva. Most ez a zenében is megvan, hogy valaki igazi tragikus hősnő, vagy primadonna, vagy szubrett. Én abban érzem igazán jól magam, és aki engem látott színpadon, az mindig ezt mondja, hogy ez igazából ez a te világod. Hogy nem tudom, abban érzem igazán jól magam. És azon nem gondolkodtál, hogy külföldön sokkal több lehetősége van egy énekesnek? Igazából én még ennyire... Én nem érzem úgy, hogy nekem el kellene mennem. Az aktereki cseppében... Úgy igen, tehát úgy, hogy én itt bezárok minden ajtót magam mögött, és én most kiköltözöm, és én most mondok egy... Németországban rengeteg a magyar zenész, vagy Svájcban, és hogy én ott éljek évekig, nagyon szívesen elmegyek bizonyos terepekre, vagy pár hónapra, egy előadás sorozatra, de én igazából az operett közönsége,
Az itt van, meg én annyira úgy érzem, hogy a magyar közönség az nagyon hálás, és nagyon zeneértő. Tehát amit itt ülnek a nézőtéren, még mindig ott van azért, hogy Kodály országa, a zene, és egészen más egy ilyen közönség előtt énekelni, aki minden hangot ismer. Nem sokára közeledik a karácsony. Hogyan készülsz? A telejranyom ajándékod megvan? A DVD az egész család ezt kapja. Mi az, amitől neked más ez az ünnep? Mint egy szürke hétköznap, vagy egy más akármilyen ünnep. Én nagyon tudok rá készülni. Tehát ilyen gyerekes módon eltervezem, hogy most ebben az évben milyen színű lesz a karácsonyfa. És igaz, hogy mi ketten élünk a férjemmel jelen pillanatban a házban, de mi mindig hatalmas karácsonyfát veszünk, és cipeljük, és ő faragja, én szoktam főzni, sütni. Most ez az évben ez kimaradt, hiszen nagyon sok a karácsonyi koncert, de igyekszem mézes kalácsot csinálni, és kidíszíteni, és a házat földíszítjük kívülről. Tehát az egész család megvan, hogy melyik nap hova megyünk, és már gondolkodunk egy hónappal, vagy két hónappal előtte, hogyha meglátunk valami kis apróságot egy boltban, hogy hú, ez most jó lenne valakinek a családban, és akkor ezt így gyűjtögetjük otthon. És hát a vége persze mindig nagy kapkodás, de egy olyan ünnep, ami, ahogy tényleg mindenki együtt van, és ülünk a konyhában, egy nagy asztal körül, ott van az egész család, és... És szoktál énekelni is? Nem. Én olyankor mindig azt mondom, hogy most énekeljetek ti. És akkor ez mindig olyan vicces. Persze azért segítek, de ettől ez egy ilyen jó hangulat, hogy most az olyan dolog, hogy én úgyis tudok énekelni, most engem már annyiszor hallottak. De miért? Karácsonykor egy kis házi koncert szerintem romantikus most lehet. Ott lesz a CD. A férjed a hangoddal hódítottad meg? Nem. Én akkor a rádióban dolgoztam, nem. Nem is tudtam. Ezt nagyon elutasította. Nem, én akkor nem is énekeltem egyáltalán. Akkor mikor tudtam meg, hogy neked milyen kincs van a torkodban? Hú, hát... Fürdőszobában dudoráztál? Nem, ott soha. Képzeld el, soha. Nekem a gyakorláshoz ilyen ingerszegény környezet kell. Tehát egy terem, ahol csak egy zongora van, és én is, akkor nem vonja el semmi a figyelmemet, hogy most otthon szinte alig gyakorlok, mert akkor levelet írok meg, még ezt itt el kell pakolni, meg a... kiteregetek, tehát ott otthon nem nagyon tudok erre ráhangolódni. Hát, hogy mikor hallottam... Ja, ez most jó kérdés, nem is tudok válaszolni. Azt tudta, hogy mi a végzettségem, de talán egyszer a Miskolci Nemzeti Színházban volt egy nagy gálahangverseny, és ott hallott először úgy igazán énekelni, és jobban izgult, mint én. És most ez hogy van? Most is. Ő mindig, mert ő annyira szeretné, hogy minden most tökéletes is legyen. Most is itt van, és biztos, hogy benne kint lesi a monitort, hogy most akkor... Igen, és majd utána elmondja, hogy ezt most jól csináltad, de legközelebb itt ezeket a szavakat inkább most már ne használd, de most tehát a lemezbemutató koncerten is nem volt egy nyugodt pillanata. Tehát én álltam, nyugi, minden rendben lesz. Végülis én megyek kénekelni. De... És abban is segít, hogy mondjuk milyen ruhát vegyél fel egy ilyen lemezbemutató koncertre? Igen, nagyon kritikus, nagyon. Hiszen ő mondjuk operatőr. Vagy van esetleg stylist, aki segít? Van, és a Léber Barbara ruháit viselem minden koncerten. És ő mindig, hiszen a férjem operatőr, tehát ugye ahogy viccesen szoktuk mondani, hogy ő neki a szeméből, én meg a fülemből, meg a hangomból, tehát így rakjuk össze ezt az egész projektet. Ő mindig ez most jól áll, az most nem, szerint ez kevés, tehát nagyon... És esetleg azt is szoktam mondani, hát drágám, most egy picit kevesebbet kéne vacsorázni, mert hogy... Volt ilyen. Tényleg? Képzeld el. Pedig nem vagyok egy vastag hát nem. típus, de nyáron lementem a kertbe, bikinibe, és följöttem, és azt mondta, hogy úristen, most valamit csinálj, mert én megnéztelek hátulra, de ez nem az én feleségem. És akkor nem mondtad azt, hogy na, akkor most aztán hát, miért gondolom? Haragudtam, de egyébként igazam volt. Tehát tényleg volt rajtam 4 kiló, és te is ilyen vékony típus vagy, is 2-3 kiló, meg 4, nagyon látszik, nagyon, és ruhában még ugye elmegy. Ilyenkor mit csinálsz, változtatsz az étkezési szokásaidon? Vagy inkább
vadmozgásba kedvez. Igen, vadmozgás, valamint vacsi az annyira nem, meg kevesebb csoki, pedig imádom. Én is imádom a csokit, és hát mi az, amit új évkor meg fogsz fogadni? Semmi. Nincsenek új évi fogadalmaid, amit jól még meg lehet szegni? Még soha nem fogadtam meg semmit új évkor. Jó, akkor ha én egy jó tündér lehetnék is. Igen. És de nem vagyok. Meg valóra tudnám váltani az álmaidat, akkor mi lenne az, amit mindenképpen szeretné, hogy valóra váltsam? Én azt szeretném, hogy ami eddig álmaim voltak, azok tényleg, mintha egy angyalka teljesítette volna, hogyha ezt a következő évre, vagy a következő 10 évre lehet ugyanígy kívánni, akkor én ezt szeretném. Hát, ha rajtam múlik, akkor el van intézve. Oké, köszi. Köszönjük, hogy itt voltál, boldog karácsony. Önök pedig tartsanak legközelebb is velünk, viszontlátásra. Az Antenna Hungária RT, a Promot Hungary Kft., a Ridefone Kft., a Springfield Hungary Kft., a Rouge Kft., az Amnézia Beck 2000 BT, az Opart divatáru készítő BT, a Calcedonia és az Intimissimi MFH Kft. Magyarország, a Jackpot and Cuttenfield IC Company Magyarország Kft., a Kontrollárt Kft., a TNT Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Birex Kft. Futárszolgálat távolról sem lehetetlen.